Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcnak számos hétköznapi hőse is volt. Köztük nagyon fiatalok is. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskolában idén olyan emlékműsort állítottak össze, amely kisiskolásokhoz szól, saját szintjükön, nyelvükön. Móra Ferenc Kuckó király című meséjét dolgozták át. A történet szerint sikeres a gyermekek között a toborzás, egyedül csak a Kuckó király nem áll be katonának. Kuckó király azonban nagy szolgálatot tesz a hazának, amikor jégre viszi a honvédokat, kereső katonákat. Most már bátrabban haladhatunk! Mindjárt kint leszünk a parton! Hamarosan ott leszünk, ahova igyekszünk! Az iskola tanárai előzetes kutatómunkát végeztek, amelynek során kiderült, hogy egy 10 éves pataki fiú is a szabadságharc áldozata lett. Akkor, amikor egy picit belásták magukat a felkészítők, akkor egy 10 éves sárospataki Illés Béla nevű kisfiúval nevével is találkoztak, aki részt vett a 48-as toborzáson, majd a szabadságharc bukása után életét vesztette. És ezt elmondva egy kicsit talán rá tudunk világítani, vagy rá tudtunk világítani a gyerekeknek is, hogy nagyon sok olyan hétköznapi hős is részt vett ebben a forradalomi szabadságharcban, akiknek a neve nem került a történelem lapjaira. Az ünnepi műsor elérte célját, nem csak a kicsiknél, a felnőttek körében is sikert aratott.